Sziasztok, Gabriel vagyok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Következik a nap vicce második rész, War Thunder. Elkezdődik a csata a leomlott gyárterületen, 6.7 természetesen, 7.7 bedobott föl. Nem is ez a lényege a nap viccének, hanem ha elkezdjük a csatát, elindulunk a spawn pontról, megnézzük ki, hol van a csapatok közül, megnézzük, melyik pontra menjünk, kit fedezzünk, realisztikban vagyunk, senki nem lát senkit, 3 pontos foglalás, természetesen a pálya olyan pici, hogy azt elmondani nem lehet, itt ér a legkevesebbet az életed, T92 kimegy jobbra, a T29 előttem szépen megy, hogy becserkészze a többieket. Gondolkodunk, hogy oda menjünk-e, vagy kimenjünk a hosszúra flankelni, mondom, a hosszú már jó párszor megszívtam, jövünk ide a gyárépülethez, és nem most kezdődik a napvicce, gyerekek. Ez benne a poén. Nem az a napvicce, hogy szemből a C-ről lelőnek, akik már esetleg odaértek, közben már ugye foglalják tőlünk az A-t, ellenség ugye a B pontot. Ez nem is olyan nagy meglepetés egyelőre. Belenézünk szálkereszt, ott már jelenhet meg tank. Tehát ott a nyílt pacon végig szánkázhat nyugodtan egy harckocsi, és mondom, megvárjuk, hogy jön. És már oldalba kapjuk is. 1 perc, 20 másodperc alatt áttértek úgy, hogy mögöttünk voltak. Az Object 906 megkerülte az egész gyárépületet, és bal oldalról kaptam a lövést. Köszönöm. Igazából nem értem magát a Gaijin fejlesztőit, hogy hogyan gondolták, hogy egy ekkora térképen lehet bármit is csinálni realisztik módban 1 perc alatt. Tehát úgy összesorsolja őket, hogy a gyors tankok átmennek a térképen 1 perc alatt, és a spawnpontról kijövő tankokat már kilövik. Ezen én fölkaphatom a vizet, aki évek óta játszik a játékkal, nem túl tapasztaltan, nem olyan jól, az egyértelmű. De az, hogy hátulról lőnek ki, most ha valaki elkezdi a játékot, és ezt tapasztalja már az elején, most tök mindegy, hogy ez most tier 1, 2, 3, 4, 5, 6, szerintük ezzel tovább fog játszani ezzel a játékkal. De ez balanszolatlan az egész. A gyorsabb tankok kinyírják 1 perc alatt a másiknak a tankjait. Köszönöm azért, hogy megnéztétek. Gabriel voltam, sziasztok!